Sok szeretettel köszöntök minden érdeklődőt és nézőt. Szántó Szilvia vagyok, a Budapesti Gazdasági Egyetem életvezetési tanácsadója. 15 éve foglalkozom fiatal felnőttekkel, és 10 éve ezt az egyetem mentálhigiénés tanácsadójaként teszem. Azt tapasztaltam, hogy évről évre nő a mentálhigiénés tanácsadás iránti igény, és ezért 2019 őszén indítottam egy előadássorozatot annak érdekében, hogy még több fiatalhoz jussanak el az üzeneteim, és át tudjam adni nekik a tapasztalataimat. Kezdetben ezek személyesen voltak ezek az előadások, de sajnos a járványügyi helyzet miatt ezt nem tudtuk folytatni, így online videó készítésébe fogtunk. Ez a negyedik téma a mai alkalom, és egy különleges témát hoztam, amelyet többen is kértek tőlem. Párkapcsolati téma lesz a mai alkalommal. Az előadássorozat szervezésében a Hallgatói Önkormányzat is segített, és az ő közreműködésükkel fog ez a videó is eljutni Önökhöz. Vágjunk is bele! A mai alkalom több szempontból is érdekes, és nem csak a téma miatt, hanem azért is, mert ezt az előadást nem csak egyedül én tartom. Lesz egy meglepetés vendég, akit adott ponton be fogok Önöknek mutatni. Nézzük az előadás címét. Együtt jobb, de nem mindegy kivel. Ki lehet számunkra a megfelelő társ? Úgy gondolom, hogy sokakat foglalkoztat ez a kérdés, és bízom benne, hogy a mai előadással tudunk ebben segíteni, hogy a kérdésre mindenki megkapja a választ. Nézzük meg, hogy milyen témák lesznek ma. Elsőként szeretnék beszélni arról, hogy a szingli létnek vajon vannak előnyei. Esetleg lehet ez egy fontos életszakasz az életünkben. Vagy mindenáron el kell kerülni? Fogok arról is beszélni, hogy az elmúlt 15 évben milyen akadályokkal találkoztam, milyen tényezőket láttam a fiataloknál, amelyek megnehezítik, hogy párjuk legyen. És aztán átadom a szót a vendégelőadónak, aki arról fog beszélni, hogy hogyan tudjuk megtalálni a megfelelő társat, a megfelelő ideális társunkat. És akkor vágjunk is bele. A hozzám forduló fiatalokat háromféleképpen érinti a párkapcsolati témakör. Egy részüknek nincsen még párkapcsolata. Más részüknek van párkapcsolata, de a párkapcsolat fenntartásával vannak problémáik, és gyakran felmerül a kérdés, hogy szakítsanak-e, vagy sem. És van egy csoport, akiknek van párkapcsolatuk, ami működik is, és az életük más területein vannak nehézségeik, amelyek megoldásában igyekszem segíteni. A téma rendkívül fontos, sokakat érdekel, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes egy kicsit részletesebben belemenni. Bővebben a Túlélésből kitűnő című könyvemben írtam erről a témáról. A szakítsunk vagy ne döntéskörre különösen kitértem, vagy mélyebben belementem. Kezdjük azzal, hogy milyen előnyei vannak annak, hogyha valaki egyedül van, éppen szingliként éli az életét. Egyáltalán vannak ennek előnyei? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos életszakasz lehet. Ugyanis abban hiszek, hogy aki tud egyedül lenni, önmagában meg tudja élni jól az életet, ő tud igazán jól lenni párkapcsolatban is. Sokan úgy vélik, illetve a mai társadalomban van egy olyan gondolkodásmód, hogy mintha meg lennének bélyegezve azok, akik éppen nem élnek párkapcsolatban, mintha ők kevesebbek lennének, mint a többi ember. Holott lehet, hogy akik párkapcsolatban vannak, nem is boldogok benne, vagy egyfajta társas magányban élnek. Természetesen vannak jól működő párkapcsolatok is, de azt nem mondhatjuk egyértelműen, hogy mindenki, aki párkapcsolatban él, annak működik is a párkapcsolata. Tehát aki éppen egyedül van, egyáltalán nem értéktelenebb, mint a párkapcsolatban élő társai. Csak most lehet egy olyan életszakasz van, lehet, hogy más dolgok fontosak az életében, lehet, hogy nincs kész még egy párkapcsolatra, de az is lehet, hogy még nem találta meg a megfelelő társat. Tehát a szingli létnek, annak, hogy egyedülállóak vagyunk, valameddig teljesen megvan a helye. Én így gondolom. És azt gondolom, bátorság ebben a helyzetben benne maradni. Sőt, érdemes kipróbálni önmagunkat, hogy milyen az élet úgy, hogy egyedül vagyunk benne valameddig. Egyáltalán nem értéktelenségről szól, ezt szeretném hangsúlyozni. Előbb-utóbb, a szingli lét után azt tapasztalom a kliensi körben, hogy akik ennek az időszaknak az előnyeit tudják kamatoztatni, ők aztán fognak és találnak is társat. Az érett személyiség egyébként képes az egyedül létre.
aki képes egyedül lenni, igazából ő tud mással is harmóniában meglenni. És amikor párkapcsolatban vagyunk, akkor is előfordulhat, hogy valamennyi időt külön töltünk egymástól. Lehetnek olyan tevékenységeink, vagy lehet olyan idő, én időnk, ami csak rólunk szól. Ez egy teljesen természetes igény. Onnantól, hogy párkapcsolatban vagyunk, ez nem jelenti azt, hogy folyamatosan a másik emberrel kell együtt lennünk. Azt gondolom, hogy aki meg tudja élni önmagában a teljességet, meg tudja tapasztalni, hogy milyen értékei vannak, van kellő önbizalma és önbecsülése, ő lesz az, aki jól fog tudni társat választani. A párkapcsolat egy nagyon-nagyon fontos területe az életünknek. Nem mindegy azonban, hogy milyen motivációból megyünk bele a párkapcsolatba. Vajon a hiányérzeteink, a hiányunk motivál bennünket, vagy az, hogy párkapcsolatban tudunk fejlődni, tanulni, egyszerűen ketten többre vagyunk képesek, mint külön-külön. Nagyon fontos ennek a tisztázása. Sokan azért menekülnek párkapcsolatba, mert úgy vélik, hogy a társuk majd boldoggá teszi őket. Azonban egy párkapcsolatnak nem ez a feladata. Ha mi önmagunkban egészek tudunk lenni, önmagunkat is boldoggá tudjuk tenni, akkor leszünk képesek egy másik embert is boldoggá tenni. Tehát nagyon fontos, hogy mielőtt párkeresésbe fogunk, tisztázzuk azt, hogy miért is keresünk párt, mi a motivációnk. Hiányérzetről szól, vagy arról, hogy tanuljunk, fejlődjünk, és a két ember segítse, támogassa egymást a közös és saját céljaik elérésében. Azt látom, hogy a fiatal felnőttek körében előfordul, hogy így félnek az egyedülléttől, és ezért akár búfelejtés miatt, akár önbizalomnövelés miatt, figyelemelterelés miatt belemenekülnek kapcsolatokba, amelyek aztán általában nem működnek. Azért nem működnek, mert hogy egyrészt hiányérzet a háttérben lévő motiváció, másrészt a fiatalok nem dolgoznak fel egy csomó mindent, ami előtte történt az életükben. Nagyon fontosnak tartom, hogy az egyedül lét, a szingli lét ideje alatt tegyük rendbe a múltunkat, nézzük át az eddigi kapcsolatainkat, vonjuk le a következtetéseket, és a tanulságok birtokában kezdjünk bele új párkapcsolatba. Az az üzenetem, hogy tanuljunk meg egyedülállónak lenni, szeressük meg önmagunk társaságát. Aki nem szereti önmaga társaságát, nem tud önmagával időt eltölteni, ő hogyan várja, hogy egy másik ember őt választa társul. Ha megvan a kellő önbizalmunk, önbecsülésünk, felmértük az erősségeinket, gyengeségeinket, ha van egyfajta érzelmi függetlenségünk, akkor tudunk majd jól választani. És a választás kérdése nagyon fontos a párkapcsolatban. Mert ha ez nem jó a kezdeti pont, akkor hogyan tartsunk fel egy párkapcsolatot, ha olyan partner van mellettünk, aki igazából nem is tud jól együttműködni velünk. És van még egy fontos üzenet. Azt tapasztalom a klienseim körében, és ezt szoktam is nekik mondani, hogy rendkívül vonzó a másik nem számára, ha valaki jól érzi magát a saját bőrében, a saját életében, úgyis, hogy éppen nincsen párkapcsolata. Ez a jó érzés, az önbizalom egyfajta vonzerőt jelent a másik nem számára, és sokkal jobban segíti a pár megtalálását. Ugyanakkor figyeljünk arra, hogy a szingli lét ne húzódjon el túlságosan. Ne legyen egy komfortzóna és egy megszokott lét. Ha úgy érezzük, hogy eltelt megfelelő idő, amire a lelkünknek szüksége volt, ez mindenkinél más hosszúság lehet, de hogy figyeljünk rá, hogy egy párkapcsolat vége után ez azért ne húzódjon el évekig. Azt gondolom, hogy egy év teljesen rendben van, hogy rendbe tegyük önmagunkat, elgyászoljuk és lezárjuk az előző kapcsolatot, és aztán törekedjünk arra, és tegyünk érte, hogy elkezdjünk ismerkedni, és belevágjunk a társkeresés folyamatába, és így meg tudjuk adni magunknak az esélyt arra, hogy a megfelelő partnert megtaláljuk. Tehát nagyon fontos, hogyha éppen szingliként éljük az életünket, ennek is lássuk az előnyeit, és értékeljük át a helyzetet. Ez sok erőt és bátorságot kívánok. És akkor térjünk át a második fő témára, ami engem illet a mai alkalommal. Összegyűjtöttem azokat a tényezőket, mintázatokat, amelyeket azt láttam, hogy amelyek visszatértek az elmúlt 15 évben a klienseim körében. Azt láttam, hogy vannak bizonyos tényezők,
helyzetek, jelenségek, amelyek akadályozzák egy párkapcsolat kialakítását. Látok olyan példákat, hogy valakik nagyon fiatalon összejönnek, szerelembe esnek, és teljesen harmonikusan működik a párkapcsolatuk, akár spontán módon. És arra is számtalan példát látok, hogy a jó párkapcsolat kialakításához nagyon komoly önismereti munkára van szükség. Kicsit lehet, hogy rögösebb az út. Azt gondolom, a többségnek ilyen, de hogy ezzel szerintem nincsen semmi probléma, hiszen ezen a folyamaton, vagy ebben a folyamatban tudunk nagyon sokat tanulni. És akkor felsorolom azokat a pontokat, amelyeket úgy látok, hogy amelyek akadályozzák a párkapcsolatok kialakítását és akár fenntartását. Elsők között említem a családról való leválási problémákat, kavarodásokat a családi szerepekben. Erről a témáról már beszéltem YouTube videóban, az volt a cím, hogy hogyan legyen egészséges a kapcsolatunk a szüleinkkel, hogyan tudjuk rendezni a kapcsolatot a szüleinkkel. Úgyhogy ott elmondtam az alapvető problémákat, és a könyvemben is írtam erről. Ugyanakkor itt is megemlítem, mert hogy ez nagyon fontos, ha a szülő-gyerek, szülő-fiatal felnőtt, vagy akár szülő-felnőtt kapcsolatban kavarodások vannak, nincsenek a szerepek a helyükön, akkor ez nagyon-nagyon komoly nehézséget jelent a párválasztási folyamatban, vagy akár a párkapcsolatok fenntartásában. Mi szokott előfordulni? Az, hogy gyakran a fiatal felnőtt a szülői vagy szülője társává válik, vagy akár a szülők szülőjévé válik. Ugye erről részletesen az előző előadásban beszéltem. A lényeg az, hogyha egy társszerep alakul ki, akár a szülő, akár egy testvér mellett, akkor az nagyon nagy mértékben leköti a fiatal felnőtt érzelmi és fizikai kapacitásait is. Rendkívül megterhelő, nem is feladata, ez egy családi rendszerben. A szülőnek a társa, és nem a gyereke. Látok arra is példát, hogy nem csak szülő-gyerek viszonylatban alakulhat ki egy ilyen nagyon erős és nem egészséges kötelék, hanem akár testvérek között is. Lehet, hogy a szülők nem tudnak elég érzelmi biztonságot adni a gyerekeiknek, és a testvérek fognak össze, kvázi egy szövetség alakul ki közöttük, ami nagy mértékben lefoglalja őket, és szintén megakadályozza, hogy külön-külön párjuk legyen. Arra is láttam példát, hogyha valakit nagymama nevel, akkor a nagymama és az unoka között alakul ki egy nagyon erős érzelmi kötelék, amely szintén le tudja foglalni a fiatal felnőttet. Rendkívül fontos ezzel foglalkozni, hogy ezeket a szerepeket, hibás szerepeket helyükre tegyük, hogy a megfelelő helyünket foglaljuk el a családi rendszerben. Ennek mikéntjéről már beszéltem, és a könyvemben írtam is. Azt látom, hogy amennyiben ennek a szerepnek, vagy ez a szerep helyére kerül a fiatal felnőtt a családban, a megfelelő pozíciót tölti be, onnantól felszabadul és párkapcsolatot képes kialakítani. Tehát a problémakört szépen helyre lehet tenni, határok meghúzásával és nagyon egyértelmű kommunikációval. Ha valaki úgy érzi, hogy ez egyedül nem megy számára, akkor kérje szakember segítségét. Mindenképpen érdemes ezzel foglalkozni. Második terület. Azt látom, hogy ha az ellenkező nemű szülővel szemben fenntartásaink vannak, bizonyos hiedelmek élnek bennünk, akkor ez nagy mértékben akadályozhatja a pár megtalálását. Ha a lánynak az édesapjával, vagy a fiúnak az édesanyjával nem rendezett a kapcsolata, akkor ez a rendezetlenség a párkapcsolataira, vagy a párkeresésre, vagy a nőkre és a férfiakra is rávetül. A szüleinkkel kapcsolatos tapasztalatok számos hiedelem melegágyát képezhetik. Ilyeneket szoktam hallani a klienseimtől. Látom, hogy az apám csapodára lak, minden férfi megbízhatatlan. Vagy minden férfi igazán csak szexet akar. Vagy minden nő egy kurva. Vagy a nők csak pénzre hajtanak, mondják a fiatal emberek a klienseim. Erre a hiedelemrendszerre még ráerősíthet az, ha a fiatal felnőttek azt tapasztalják, hogy a szüleik szidják egymást. Ha egymásról rosszakat mondanak, leértékelik egymást, akkor a számos ítélet születését segíti a fiatalban. Tehát semmiképpen sem segíti azt, hogy jót gondoljon a férfiakról vagy a nőkről. A párválasztási folyamatban tudattalanul olyan partnert választunk, aki az ellenkező nemű szülőnk által mutatott mintát testesíti meg.
ha mondjuk a szülő érzelmileg vagy fizikailag távol volt sokat, akkor a fiatal felnőtt lehet, hogy egy szeretői kapcsolatba megy bele, vagy egy olyan társat választ, aki folyton utazik, távol van, akár fizikailag, akár érzelmileg. Sőt, az is előfordulhat, hogy az adott fiatal felnőtt veszekedésekkel, vitákkal távolítja el magától a partnerét. Ezek tudattalan folyamatok, a felfedésükkel érdemes foglalkozni, és akár szakember segítségét is kérni. Pont a múlt héten írtam egy posztot erről a Facebook oldalamon, ami arról szólt, hogyha van egy tapasztalatunk férfiakkal, nőkkel kapcsolatban, akkor nagyon vigyázzunk arra, hogy ne általánosítsunk. Ha azt gondoljuk, hogy minden férfi megbízhatatlan, vagy akár minden nő megbízhatatlan, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy az élet ezt a hiedelmünket erősíti meg. Amíg ilyen negatívan gondolkozunk az ellenkező neműekről, akkor hogy is várjuk, hogy egy jó párkapcsolatunk legyen? Tehát gyakran a gondolkodásmódunk, a hiedelmeink átalakítása már nagyon nagy nyereséget hozhat a párválasztásban. Érdemes átgondolnunk, hogy igazából mit is gondolunk az ellenkező nemről. És ennek függvényében azt is nézzük meg, hogy a gondolataink alapján mekkora esélyünk van a megfelelő pár kiválasztásában, és akár megtalálásában. És akkor mondanám a következő pontot, illetve mondom is, ez a harmadik pont, amiben nagyon szigorú szoktam lenni. Azt gondolom, hogy a nagyon nagy problémát okoz a fiatal felnőttek körében, de nem csak az ő körükben, hogy úgy akarnak egy párválasztásba belemenni, hogy igazából az előző kapcsolatukat érzelmileg nem zárták el, nem zárták le, és a partnerüket még nem engedték el. Nagyon fontos, én azt gondolom, hogy az ex-szel való kapcsolat legyen érzelmileg lezárva. Ha állandóan tartják még a kapcsolatot az ex-szel, ha még kint van a közös fénykép a nappaliban, ha valaki még az ex-től kapott ékszert viseli, ezek a jelek arra mutatnak, hogy ez a kapcsolat még nincsen lezárva. Tehát egy egészséges szintet fenn lehet tartani, de azt gondolom, egy kezdeti stádiumban az ex-szel való kapcsolat fenntartása, a folytonos kommunikáció feltépi a sebeket, és nagyon megnehezíti a lezárást. Sokan nincsenek is tudatában annak, hogy nem merik elengedni az ex-szüket. Látok olyanokat, akik akár évekig is elhúzzák ezt a folyamatot, valahol belül ragaszkodnak valami fajta illúzióhoz az ex-szel kapcsolatban. Lehet, hogy ahhoz, hogy ő tudja, már pedig ő tudná őket boldoggá tenni, lehet más nézőpont is. Az a lényeg, hogy az elengedéshez egyszerűen szükség van arra, hogy belássuk, hogy egykor úgy gondolkoztunk, egykor az volt a helyzet, amiben ott összejöttünk, de hogy idővel ez változott. Tehát, hogy az elengedéshez szükséges egy nézőpontváltás, egy rugalmasság, hogy le tudjunk zárni az előző kapcsolatot, és hogy készek legyünk tovább menni. Ennek a folyamatnak része a gyász folyamat is, ami akár egy szingli létben is jelentkezhet. Azt látom, hogyha valakik ezt a gyász folyamatot átugorják, és az egyik kapcsolat lezárása után belemenekülnek azonnal egy másikba, abból nagyon-nagyon sok probléma következik. Ugyanis akkor nem vonták le az előző kapcsolatnak a tanulságait, hanem csak akár búfelejtésből, vagy más motivációból, meg hogy ne kelljen egyedül lenni, belemenekülnek egy következő kapcsolatba. Ami nem fog működni, hiszen belevisznek egy megoldatlanságot. Tehát érdemes őszintének lennünk önmagunkkal, és megnézni, hogy mennyire vagyunk túl az előző partnerünkön. Híve vagyok annak is, hogy nem kell megerőszakolni a szívünket. Tehát, hogy ha az eszünk azt mondja, hogy de már tovább kellene mennünk, de még a szívünk nem tartott, akkor ne erőltessük a dolgot. Várjuk meg, amíg az ész és a szív összecseng, és tényleg képesek vagyunk a múltunkat lezárni, az exünkkel való kapcsolatot lezárni. Ez nagyon-nagyon fontos pont, kérek mindenkit, hogyha érintett, akkor ezt gondolja át. És menjünk is tovább. A negyedik pontnál vagyunk. Éppen szóba hoztam a múltat. A múlt árnya is gyakran rávetülnek a párkapcsolati folyamatra, párkeresés folyamatára, vagy magára a párkapcsolatra. Ha valakinek a gyermekkori traumái, sérülései még nincsenek begyógyulva, fájdalmai vannak, sértettsége van, akkor a bizalom és intimitás területén valószínű, hogy problémái lesznek.
Érdemes a múltat lezárni, helyre tenni, ha ez egyedül nem megy, kérjük ehhez is szakember segítségét. A lényeg az, hogy a gyerekkori fájdalmak, traumák legyenek feldolgozva, és ne cipeljük magunkat, őket tovább. A párkapcsolati területen a társadalmi nyomás nehézségeivel is szembesülök. Azt látom, hogy a fiatal felnőttek egy része mondja, a klienseim szokták emlegetni, hogy a család elvárja tőlük, hogy legyen párkapcsolatuk. Kérdezgetik, hogy mikor van párkapcsolatuk, vagy mikor lesz párkapcsolatuk, vagy miért nincsen. Ugye itt határmeghúzási problémáról van szó, ebben most mélyebben nem megyek bele, hogy ez most miért is érdekli a családtagokat és a rokonokat, ez a fiatal felnőtt magánélete. Tehát részben van egy olyan társadalmi elvárás, hogy éljünk párkapcsolatban, legyen párunk. A másik oldalon viszont van egy olyan társadalmi nyomás, ami arról szól, hogy minden eldobható, minden lecserélhető. A társkereső applikációkban nagyon könnyű új partnert találni, és ennek az az üzenete, hogy cseréljünk, váltsunk, és nem az, hogyha egy párkapcsolatban nehézségek vannak, vagy akár az ismerkedés elején, hogy azt rendezzük, beszéljük meg, kommunikáljunk. Azt gondolom, hogy egy szemléletváltással, ami arról szól, hogy nézzük meg, hogy a párkapcsolat működőképes lenne, és ha igen, akkor tegyünk meg mindent érte. Szóval, hogyha így gondolkoznánk, akkor számos szakítás és válás szerintem megspórolható lenne. Tehát nagyon fontos, hogy ezt átnézzük, vagy erre ránézzünk majd az életünkben az adott szakaszon, hogy eleget teszünk-e a párkapcsolatunkért. Ez is munka, hogy fenntartsuk a másik érdeklődését és szerelmét. A társadalmi nyomás másféleképpen is jelentkezik. Van egy olyan üzenet is, hogy szeressük önmagunkat, az egyén kerüljön a középpontba. Amíg egy egészséges önszeretetről van szó, azt gondolom, hogy ez teljesen helyén van. De hogyha valaki önimádó, önmagát szereti a középpontba helyezni, akkor általában nem nagyon képes ő egy kölcsönösségen és bizalmon, intimitáson való tartós párkapcsolat fenntartására. És azok az elkényeztetett fiatal felnőttek, akik hozzá vannak szokva, hogy piedesztára emeljék őket, ők valahogy csomószor félreértelmezik a szabadságot, a függetlenséget, nagyon gyakran nem képesek a kötődésre és a bizalomra, nem képesek tartós párkapcsolat fenntartására, és gyakran elszigetelődnek, magányossá válnak. Tehát fontos, hogy az önszeretet is legyen a helyén, de ha szeretjük önmagunkat, akkor nyilván egy másik embert is tudunk szeretni, és ez segíti egy harmonikus párkapcsolat kialakítását. Következő pont az önfelvállalásról szól. Gyakran tapasztalom, hogy a fiatal felnőttek maguk előtt sem tudnak felvállalni tulajdonságaikat, akár a szexuális orientációjukat. Gyakran látom, hogy érzéseik el vannak nyomva, valahogy érzékel is a környezetük, hogy nem teljesen önazonosak. Ha valaki nem vállalja fel önmagát, akkor olyan, mint egy láthatatlan fal venné körül, nagyon nehéz kapcsolódni hozzá, és nagyon nehéz látni, hogy ki is ő valójában. Sokan félnek attól, hogy mi történik akkor, ha megmutatják önmagukat. Nekem az a küldetésem, hogy az őszinteséget képviseljem, hogy az őszinteség útján segítsek az önismeretben, és a fiataloknak abban, hogy meg tudják oldani a nehézségeiket. Nagyon hiszek az őszinteségben, amennyiben nem kegyetlenségről van szó másikkal szemben. Azt tapasztalom, hogy szeretik az emberek, ha a másik ember őszinte és felvállalja önmagát. És ha valaki el tudja fogadni magát olyannak, amilyen, akkor az a tapasztalatom, hogy a környezete is el tudja fogadni. Nyilván ez egy folyamat. Lehet ebben is szakember segítségét kérni, és azt látom, hogy nagyon szép eredményei vannak, és mint amikor egy előtetett mag így kivirágzik, virággá átalakul, ez egy nagyon szép folyamat, amikor a folyamat végén a kliensem, vagy valaki így megtalálja önmagát, felfedezi, és úgy áll ki a világ elé, és úgy képviseli magát a világ felé. És az a tapasztalatom, ha neki ez a helyén van, akkor a környezet is nagyon jól elfogadja. Tehát ha mi önmagunkat elfogadjuk, akkor a mások is könnyebben elfogadnak bennünket, és lehet hozzánk kapcsolódni. Még két pontról szeretnék beszélni. Nagyon gyakori téma a párkapcsolatoknál, meg egyébként is a félelmek kezelése. Ilyeneket szoktam hallani a klienseimtől. Szilvia, mi lesz, ha megint megcsalnak? Vagy mi lesz, ha megint közel engedek magamhoz valakit, és majd visszaél vele?
És mi van, ha most ismerkedem, megismerkedtem valakivel, de mi van, ha most ez sem jön össze? Nagyon gyakran tapasztalok bizalmatlanságot, vagy félelmet az intimitástól, félelmet attól, hogy közel kerülünk a másik emberhez, és megmutatjuk önmagunkat. Mit is lehet kezdeni a félelmekkel? El szoktam mondani, hogy igazából semmire sincs garancia az életben. Ha nem kockáztatunk, akkor valóban nem fogunk veszíteni, de nyerni sem. A félelmekkel szembenézünk, nagyon-nagyon azt képviselem, hogy merjünk cselekedni, akkor abból valami kijön, lehet, hogy nem az adott emberrel jövünk össze, lehet, hogy igen, a folyamatból valószínű, hogy fogunk tanulni. Tehát érdemes belemenni. Nem pártolom az áldozati gondolkodásmódot. Ha áldozatiságban vagyok, akkor ki vagyok szolgáltatva. Ha úgy gondolkozom, hogy én irányítom az életem, akkor eldönthetem, hogy a bizalmamat kinek adom oda. Eldönthetem, hogy kivel kezdek párkapcsolatba. Nyilván ott majd érdemes megvizsgálni a másik embert, a tulajdonságait, és az alapján eldönteni, hogy ő megfelelő partner a számunkra, vagy nem. Tehát a félelmek leküzdésének a módjára azt látom, hogy cselekedjünk, és ha valami nem úgy alakul, elképzelhető, hogy nem az elképzeléseink szerint alakul, akkor abból tanuljunk, és menjünk tovább. Ha nem cselekszünk, lemerevedünk, akkor valószínűleg annak eredménye sem lesz. A kudarcok az élet velejárói, aki ki akarja kerülni, hát próbálja meg, hogy sikerül-e. Én azt gondolom, hogy inkább az a lényeg, hogy ne a teljes kiszámíthatóságra törekedjünk, hanem arra, hogyha változás van az életünkben, akkor az adott helyzetet tudjuk kezelni. És végezetül az utolsó pont, hogy miért nincs esetleg egy fiatalnak éppen párkapcsolata, vagy akár felnőttnek. Lehetnek olyan időszakok az életünkben, amikor nem a párkapcsolati a főszerep. Lehet ez egy nagyon fontos projekt, egy ösztöndíj, valamilyen tanulmány, munka, bármilyen családi helyzet, egészségügyi helyzet is, akár egy járványügyi helyzet is. Az a lényeg, hogy elképzelhető, hogy van ilyen szakasz az életünkben, de hogy vigyázzunk arra, hogy ez ne húzódjon el túl sokáig. Tehát, hogy ez csak egy átmeneti szakasz legyen, és aztán egy idő után kezdjünk bele a párkeresés folyamatába. Remélem, hogy a felsorolt tényezők átgondolása segít majd mindenkinek abban, hogy kicsit a párkapcsolati helyzetét, akár ha van partner, akár ha nincs, átgondolja. További segítséget is fognak kapni a mai előadás alkalmával. Találkoztam egy kiváló szakemberrel, aki párválasztási tanácsadó. Az ő küldetése az, hogy találjuk meg a megfelelő párt, az ideális társunkat, vele létesítsünk egy jól működő párkapcsolatot, amelyben olyan gyerekek születhetnek, akik mentálisan egészségesek lesznek. Az ő küldetése ez. Az én küldetésem pedig az előző életszakasz az, hogy a fiatal felnőtteknek és a hozzám fordulóknak segítsek abban, hogy mentálisan egészségesek legyenek. Ennek része természetesen a megfelelő pár kiválasztása is. Szeretném önöknek bemutatni és átadni a szót Száraz Gábor párválasztási tanácsadónak, és fogadják sok-sok szeretettel az ő előadását. Szeretettel köszöntök mindenkit, Száraz Gábor a nevem, és párválasztási tanácsadó vagyok. De mit jelent ez? Nagyon sokszor meg szokták tőlem kérdezni. Előtte egy pár dolgot még elmondanék magamról. Én több mint 10 éve tanulmányozom az emberi elmének a működését, és ezen belül a párkapcsolatokat és a társas kapcsolatokat. Kétszer voltam Amerikában hosszabb időt tanulni. Az online társkeresőnknek van körülbelül 270 ezer regisztrált tagja most. Létezik egy személyes társközvetítő szolgáltatásunk, és személyesen heti szinten körülbelül 15-20 emberrel konzultálok. Elég nagy mennyiségű adat áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy lássuk azt, hogy hol is vannak a valódi problémák. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert ahogy Szilvi elmondta, az én igazi küldetésem az az, hogy ideális párkapcsolatokba szülessenek és nevelkedjenek mentálisan egészséges gyerekek. Mit jelent ez? Én azt látom, és a kutatásaink ezt bizonyítják, hogy ha két egymáshoz nem illő ember összekerül, akkor az ő kommunikációjukban óhatatlanul meg fog jelenni kisebb, vagy inkább nagyobb mértékben a leértékelés és a leértékelő kommunikációs minták. Na most nézzük ezt egy gyerek szemszögéből, aki azt látja, hogy az édesapja, az édesanyja egymást leértékelik. Melyik jobban, melyik kevésbé, de mindenképpen ez van. És sajnos ez egy generációs, több generációs probléma. Írtam erről egy hosszabb blogbejegyzést a történelmi
bocsánat, a párkapcsolati kudarcok történelmi okai címmel, ahol ezt teljes egészében kifejtem. Itt most legyen elég annyi, hogy sajnos nem látunk jó példát. És két hibánk lehet, az egyik az az, illetve ez nem is a mi hibánk, hanem két hibás dolog történhet velünk. Az egyik, hogy elvált szülők gyermekeiként egyszerűen nem volt minta előttünk, a másik pedig az, amikor rossz minta volt előttünk. Ez talán egy picivel rosszabb, mert egy rossz mintát kicserélni azt általában nehezebb, de nem lehetetlen. Viszont érdemes a szem előtt tartani, mielőtt valaki leértékelni magát, hogy nem tud jó párkapcsolatot fenntartani, vagy akár megtalálni az ideális társát. Bizony, hogyan lehetne ezt megcsinálni, hogyha nem látunk erre mintát, hogy hogyan is kellene ezt jól csinálni. És sajnos ezt látom, hogy a leértékelő kommunikációs minták miatt, amikor az ember belecsöppen egy párkapcsolatban, és ezeket a kommunikációs mintákat fogja használni, szinte tudattalanul, hiszen 20-30 éven keresztül ezt láttuk és ezt hallgattuk, hogyan tudnánk máshogy csinálni. És ez óhatatlanul kudarchoz fog vezetni, ami aztán megint csak egy önleértékeléshez vezet, és ez egy lefelé menő spirál. Valószínűleg újdonságot nem mondtam, talán mindannyian látunk ilyen példát magunk körül, talán a saját példánk is ilyen. És az a helyzet, hogy ezeket a dolgokat kell kiküszöbölnünk, és ezeket a dolgokat kell megfelelően kezelnünk. Itt a Szilvi nagyon-nagyon sok példát elmondott, és nagyon egyik másik elég mélyen belement, és lehet látni azt, hogy minden dolog egy irányba összpontosul. Mielőtt erre válaszolnék, kicsit visszatérnék arra, hogy mit is jelent ez, hogy párválasztási tanácsadó. Elég régóta kutatjuk ezt, és bizony az a helyzet, hogy az emberek döntő többsége, olyan 97% környékén jelzik vissza azt, hogy egy félre sikerült párkapcsolatnak ők már a legelején tudták, hogy ennek ez lesz a vége, csak valamiért hinni akartak benne, hogy ez jó lesz. És ennek az lett a következménye, ennek a folyamányaképpen alakult ki ez, hogy pár választási tanácsadó, mert már a választásnál elromlik egy párkapcsolat. És ugye Szilvi azzal kezdte, hogy háromféle kategória van, és az egyik az, amikor az emberek benne vannak egy párkapcsolatban, de nem tudják, hogy jó helyen vannak. És bizony itt a bázis kérdés is a legelső feladat az, hogy letisztázzuk azt, hogy jó helyen vagyunk, csak nem jól csináljuk, vagy nem jó helyen vagyunk. És az a baj, hogyha az ember nem jó helyen van, minél jobban csinálja sajnos, annál inkább kiszúr magával. Érzelmileg egy annál inkább mélyebb gödörbe taszítja bele magát az ember, már csak azért is, mert ez mindig egy önleértékeléshez fog vezetni. Ki fog alakulni egy olyan gondolat, hogy valamit én nem tudtam megtenni, meg akartam menteni, rendbe akartam hozni, akartam, hogy jól legyen, de nem sikerült. Mi rosszat tettem én? Igazából az a helyzet, hogy az ember nem nagyon tud rosszat tenni, az ember alapvetően jó, szoktuk mondani, viszont ha nincs elegendő mennyiségű helyes információ egy adott témával kapcsolatban, akkor nem is nagyon nagy az esélye, hogy jól fogjuk tudni csinálni. És itt többször elhangzott két szó, az egyik az az önismeret, a másik pedig az önazonosság. És a mai világnak és a társadalmunknak az egyik fő problémája, hogy általános és univerzális szabályokat próbálunk meghozni, és ráerőltetni egymásra. És bizony a párválasztásnál ez nem működik. Lehetnek dolgok, amik működnek, lehetnek dolgok, amik nem működnek, és ezek között lehetnek átfedések. De az, hogy egy személynek, egyedül ő magának mi az, ami az ideális, ezt nem lehet általános szabályokból kiszedni. És ez is egy ilyen oka annak, hogy félre sikerültek ezek a párkapcsolatok, mert megpróbáltunk ezeknek a szabályoknak megfelelően választani társat, de az nekünk mégsem lesz jó. Mik lehetnek ezek? Ugye nőként, lányként az ember hallhatja a szüleit, egy kislányom, csak olyan férfihoz menjél hozzá, akinek diplomája van. Férfiként, kisfiám, csak olyan hölgyet vegyél el, aki házias, takaros. És aztán nagyon-nagyon sok ilyen lehet, amit mi gyerekkorunkban hallgatunk, hogy nekünk mi szerint, milyen szisztéma, milyen elvek szerint kellene választanunk. Aztán felnövünk, ennek megfelelően választunk, és valamiért mégsem működik. Mert az igazából nem az, amire nekünk szükségünk van. És a szülői mintákkal van még egy probléma, néha-néha, sőt sajnos igen gyakran előfordul az, hogy az a minta, amit látunk, az egy picivel másabb, mint amit ők mondanak, hogy nekünk csinálni kellene. És ez is okozhat egy zűrzavart, hogy a szüleinktől más mintát látunk, mint amit ők mondanak. És akkor innentől kezdve már elindul egy zűrzavar, erre sajnos rájönnek azok, amikről szintén az imént szó esett, a téves társadalmi elvárások, hamis ideák, a médiából érkező hamis ideák. És ezek összességében egy zűrzavart okoznak a fejünkben,
És amikor egy terület zűrzavaros, akkor az automatikusan azt okozza, hogy az ember visszahúzódik tőle, hiszen nem értjük, hogy hogyan működik, bekapcsolódnak a félelmek, nem akarok eleve rossz döntést hozni, ne adj Isten egyszer, már fájdalom miatt nem akarom újra megélni azt. És ennek az lesz az oka, hogy de jó nekem egyedül, jó nekem szingliként, és akkor beleragadhatunk ebbe az állapotba. A zűrzavarból kikerülni úgy lehet, hogyha az ember minden rendelkezésre álló adatot összeszed ezzel kapcsolatban, és saját maga eldönti, hogy mi az, amit akar. És ehhez kell a megfelelő ismeret. Sajnos ezt nagyon kevés helyen láttuk szülői mintaként, viszont egy megfelelő szakember az abban tud segíteni valakinek, hogy ezen a folyamaton végigvigye, és hogy egy ilyen tanácsadásnak a végén legyen egy kialakult kép azzal kapcsolatban, hogy önmaga az ember mit akar. És hogyha tudjuk pontosan, hogy mi az, amit akarunk, akkor meg is tudjuk találni. Van erre egy mondás, ha nem tudjuk elég pontosan, mi az, amit akarunk, akkor akár örökké is eltarthat, mire megtaláljuk. És ez bizony igaz. Úgyhogy ez az első pont, hogy megfelelő önismerettel kellene rendelkezni, mit is akarok én. És aztán persze ez egy picit árnyaltabb dolog, hiszen tudnunk kell, mernünk kell felvállalni azt, hogy kik vagyunk mi, és itt elérkeztünk a második pontjához ennek a párválasztási folyamatnak, tehát az első az az, hogy tudjuk pontosan, hogy mi az, amit akarunk. A másik pedig az, hogy megfelelő önértékeléssel kell rendelkezni. Ugye az embernek nincs önbizalma, ezt a másik fél meg fogja érezni. És van egy nagyon érdekes dolog ezzel a kapcsolatban, amit szintén megfigyeltünk is a visszajelzések alapján teljesen egyértelműen bizonyított, hogy amikor az ember saját magában bizonytalan, szoktuk mondani viccesen, hogy maga bizonytalan, akkor sajnos ez a másik oldalon nem úgy fog lejönni, hogy az ember magában bizonytalan, hanem úgy fog lejönni, hogy az ember bennem bizonytalan. Vagyis valakinek a saját belső bizonytalanság az a másik felé úgy fog hatni, hogy ő benne magában a kapcsolatban nem vagyok bizonyos. És amikor ezt a másik fél megérzi, akkor egyszerűen le fog lépni. És itt elérkeztünk a harmadik dologhoz, amiről picit később akarok majd beszélni, a megfelelő kommunikációt, vagy sajnos napjainkban annak a hiánya. De maradva még egy kicsit az önértékelésnél, hogy miért ilyen nagyon fontos ez? Kettő dolog miatt. Az egyik az, amiről szintén szó esett, és imádom, hogy ezt az előző megszólásában Szilvinek a fontos és kardinális pontokat el is mondta. Méghozzá az, hogy amikor az ember jó állapotban van, vidám, szerelmesnek érzi magát, jó energiaszinten van, akkor ezt mások észreveszik. És mások akarnak egy olyan embernek a közelében lenni, aki ezt sugározza magából. Amikor az ember picit szerencsétlennek érzi magát, hogy már velem megint ez történt, stb. Ez nem figyelemfelkeltő mások számára. Egy ilyen embernek a társaságát inkább kerülni akarják az emberek. Vagyis egyszerűen tisztába kell lenned azzal, hogy milyen értékeid vannak, és tudnod kell azt, hogy értékes ember vagy. Akkor magabiztosságot árasztasz magadból, és ehhez mások akarnak kapcsolódni, keresni fogják a kommunikációt veled. Ez az egyik része, amiért fontos nekünk, hogy megfelelő önbizalommal rendelkezzünk. A másik rész az pedig az, hogy bizony van egy nagy félreértés, több is, de ez egy nagy félreértési párkapcsolatban. Ugye látom az online társkeresünkön, meg a hozzám ellátogató embereknek a véleményéből is ez, hogy sajnos a legtöbben a párválasztást azt egyszerűen arra korlátozzák, hogy kell egy olyan ember, aki nekem megfelel. De ha belegondolunk, akkor ez maximum 50%. Ugyanis hiába választok valakit, aki számomra teljesen tökéletes, ha én nem vagyok az neki. És bizony, ez egy nagyon erős pont, amivel senki sem akar szembenézni. De amikor valaki párt választ, akkor azt is fel kell mérni, hogy én ideális vagyok-e neki. Esetleg mi az, amiben változnom kéne, és akarom én azt a változást véghez vinni, hogy ideálisra váljak neki. És ezt elfelejtjük. És amikor az ember egy mosogató rongyként jön ki egy párkapcsolatból teljesen érzelmileg összelapítva, kiszívva, akkor biztos lehetsz benne, hogy te nem voltál ideális a másiknak. Azért nagyon veszélyes, mert ilyenkor az ember elkezd egyre többet adni azért, mert várjuk azt a pontot, ahol majd megtörik, és ahol majd minden rózsaszínné válik. De sajnos ez a pont soha nem fog eljönni, ugyanis a másik oldalon mi az üzenete, minél kevesebbet adok, annál többet kapok. És ez megint csak egy lefelé menő spirál. Szóval ezért a két ok miatt tudnod kell, hogy milyen értékekkel rendelkezel, és ki kell tartani amellett, hogy te igenis egy értékes ember vagy. És azt az embert kell megkeresned, aki nem csak neked tökéletes, hanem aki számára te is az vagy. Aki számára azok az értékek, amik benned vannak,
szintén értéket képviselnek. Pontosan ugyanazt látja értékesnek, amilyen te vagy. És hogyha ez a kettő megvan, akkor majdnem teljes egészében megvagyunk, mert itt a harmadik téma, ez pedig ugye a kommunikációs mintáink, illetve tudunk-e kommunikálni. Én azt látom, hogy az egyik legnagyobb hiba az az, hogy nem tanultunk meg kommunikálni. A szülőinktől azt láttuk, hogy amikor valamilyen problémájuk van, akkor ők azt nem megbeszélik, hanem hallgatásba burkolóznak, megsértődnek egymásra, elvonulnak egymástól. Apa vagy anya a munkába menekül, nem annyira siet haza hozzánk, és egyszerűen gyerekként sajnos nem láttunk példát arra, hogy hogyan kéne egy párkapcsolati problémát megoldani. Hogyan kellene valakinek helyes módon elmondani azt, hogy figyelj, van itt valami, ami nekem nem tetszik, és ezen kellene változtatnunk. Vannak erre különböző kommunikációs gyakorlataink, és hát bizony elég sok sztereotípiával tele van az embereknek a feje ezzel kapcsolatban, hogy ugyan hogyan mondhatnám én el azt, hogy mi a bajom a másikkal, mert úgyis megsértődne, meg úgyse változtatna, stb. És ez nagyon sok feltételezés, és ezeknek a feltételezéseknek nagyon sokféle fajtája van, olyannyira, hogy a feltételezések önmagában egy témakörré vált kommunikáció tekintetében. Én ugyanabban hiszek, mint Szilvi, az őszinte nyílt egyenes kommunikációban. Van ezzel kapcsolatban egy érdekes adat, amit érdemes tudni. Addig, amíg valamit nem mondtál ki, addig az csak a te problémád. Abban a percben, hogy te ezt kimondtad, onnantól kezdve kettőtök vagy a másik problémája. Tudod, van egy érdekes dolog, hogyha elmész mondjuk egy randira, és találkozol valakivel, aki, ez egy igen kényes téma, és senkit sem szeretnék ezzel megsérteni, és pontosan azért ezt a témát használom, mert kényes, mondjuk valaki számodra túlsúlyos. Megmondod-e neki azt a másik oldalon, hogy figyelj, nagyon szimpatikus vagy, nagyon aranyos, el tudnám képzelni az életünket együtt, de számomra ez a súlyfelesleg, ez sok túlmegy egy határon. Tudnál-e te úgy dönteni, hogy ezen változtatsz? Esetleg tudnánk együtt tenni ezért valamit? Ez a kérdés, hogy ezt te bevállalnád-e, hogy megmondod, vagy csak hozol egy döntést, hogy hát bizony ő hozzám túl kövér, nem ő az. Nézzük meg a másik oldalról. Lehet, hogy ezzel lemondtál egy olyan emberről, aki akár életed párja is lehetne. Egyszerűen csak nem mondtad el. Mi lett volna, ha elmondod? Nem egy ilyen példám van, ahol a másik fél, amikor megkapta ezt az adatot, hogy min kéne változtatni, akkor boldogan hanyathomlok menekült az első konditerembe, vagy azonnal futni, és néhány hét alatt igen látványos változást el lehet érni ezen a téren. És egyszerűen fel kell mérni azt, hogy a másik, tudod, az a helyzet, hogy sokszor készterméket akarnak az emberek. Amikor párt választani elindulunk, akkor azt akarjuk, hogy ki az, aki azonnal tökéletes számunkra. Hát ilyen nem nagyon van, kicsi az esélye. Olyan azonban lehet, hogy valaki akar számunkra tökéletessé válni. És tulajdonképpen azt az embert kell megtaláld, aki akar számodra tökéletes lenni. Ehhez viszont el kell mondanod, tudatában kell lenned, hogy mi az, ami számodra tökéletes, és képesnek kell lenned megfelelően kommunikálni ezt felé. Ugyanis ha ő akar tökéletessé válni, ezen információk nélkül elég nehéz lenne. Ha te nem mondod el nekem azt, hogy én számodra túlsúlyos vagyok, akkor nem tudok menni a konditerembe, mert nem tudom, mi a baj. És ez általános párkapcsolati probléma, hogy nem mondjuk el a valós problémánkat, ezzel esélyt sem adunk a másiknak, hogy ő azt a problémát megjavítsa. És utána mit fogunk mondani? Ő se az. De hogyan lehetne az, ha se tudja, hogy milyennek kellene lennie? Úgyhogy az üzenet ezzel kapcsolatban az, hogy nyíltan őszintén meg kell mondani a másiknak. Nem kell tőle félni, hogy ő mit fog erre reagálni. Hogyha megfelelő tapintattal teszed ezt, akkor a tapasztalataink azt mutatják, hogy egyrészt onnantól fog elindulni egy minőségi kommunikáció két ember között, és nem pedig egy felületes beszélgetés. Másfelől pedig én azt látom, hogy sokkal inkább hálásak az emberek, amikor visszajelzést kapnak, hogy mivel tudnának jobbá válni. Talán te is feltetted már magadnak ezt a kérdést, hogy veled valami baj van? Nem vagy elég jó? De, elég jó vagy. Csak annak az egy embernek nem voltál az. Vagy az az egy ember nem vette a fáradtságot, hogy elmondja neked. És ez önmagában véve az adott hiány az egy zűrzavaros és önleértékelő állapothoz vezethet. Ezért összefoglalva azt szoktam mondani, hogy tudj jól kommunikálni, és legyen megfelelő ismereted, tudd, hogy mi az, amit akarsz, és hogyha ezek megvannak, akkor nagyon nem tudsz hibázni. Persze, felteheted magadnak a kérdést, hogy de hogy? Na erre vagyunk mi szakemberek, akik tudunk neked abban segíteni,
hogy ezen a folyamaton végigvigyünk, és segítsünk neked saját magadra rátalálni, hogy te tudd, hogy mi az, amit akarsz. És ha tudod, mi az, amit akarsz, akkor el is fogod tudni érni. Én körülbelül ennyit szerettem volna elmondani. Én azt hiszem, hogy azok, akik itt vannak, azok veszik a fáradtságot arra, hogy jobbá váljanak, és hogyha minden elérhető adatot egy adott területen összeszedsz, akkor képes leszel jó döntést hozni. Köszönöm, hogy itt lehettem, legyen szép napotok, és kívánom, hogy minél gyorsabban találjátok meg a számotokra ideális társat. Köszönöm szépen Gábor értékes gondolatait, azt gondolom, hogy nagyon hasznos dolgokat mondott el, és mindenkinek azt kívánom, hogy ezeket a gondolatokat, üzeneteket hasznosítsa az életében, és tapasztalja meg, hogy tényleg működnek-e. Köszönjük szépen tehát mindketten a figyelmet, nagyon-nagyon sok jót kívánunk párkapcsolati területen is az életben, nagyon jó egészséget, köszönjük szépen a figyelmet, és folytatódnak majd ősszel az online, vagy éppen személyes előadások. Minden jót kívánunk, viszontlátásra!